Az ünnepek előtt is nagy volt a forgalom, a székesfehérvári oltóponton naponta 3-400-an veszik fel valamelyik oltást a Kikindai úton. Zajlik már bő egy hete az 5-11 éveseknek az oltása. Azt mondhatjuk, hogy napi 110-120 előre időpontfoglalásra rendelkező gyerek érkezett, ma is 110 gyereket várunk a szüleikkel főként, és mellette a felnőtteknél egy pár százan gondolják úgy, hogy még az ünnepek előtt szeretnék akár a harmadik, akár a második, vagy azért akad szerencsére olyan, aki az első oltására érkezik. Karácsonykor, vagyis december 24-én, 25-én és 26-án 5-11 év közötti gyerekeket nem oltanak. Felnőttek azonban oltakozhatnak, ekkor is, de csak regisztrációval. És nekik a fehérvári kórház sürgősségi osztályán kell jelentkezniük az oltásért. A két ünnep között azonban visszaáll a normál rend az oltóponton. Felnőtteknél is. Tapasztalván azért az elmúlt napoknak nem túlságos nagy forgalmát. 24-én, 25-én, 26-án Székesfehérváron az előre időpontfoglalással rendelkezőknek a sürgősségi osztályon biztosítunk oltást. És 27-től, tehát hétfőtől csütörtökig a szokásos rendbe, tehát vagy 7 órától 3-3-ig, vagy 11 órától 3-7-ig fogunk biztosítani oltást. A legfontosabb tehát, hogy bárki, aki szeretné még idén felvenni valamelyik oltást, megteheti. De érdemes a kórház honlapján informálódni az oltópont nyitvatartásáról.